10 éve még csak éreztük, hogy határkő előtt állunk. Most viszont egész biztosak lehetünk benne, szakmánkban, hivatásunkban, rendszer, vagy ha tetszik paradigmaváltás most folyik. Alapjaink most épülnek ki. A közelmúltban életbe lépett az állami beruházásokról szóló iránymutató törvény, az összművészeti szemléletet kifejező 3000-es állami vállalással, és az építészeti törvény, melynek középpontjában az a gondolat áll, hogy az építészet, mint kultúrahordozó, szemléletformáló tényező van jelen életünkben, és aminek öröksége jóval gazdagabb, mint a ránk hagyományozott, viharos történelmünk által megkímélt műemlékek összessége. Amikor egy épület reflektál a korszellemre, és egy épület identitást képez, akkor nagyon fontos paraméter és föltétel a mi megítélésünk, gondolatunk és elképzeléseink szerint, hogy az beillesztésre kerüljön oda, ahová épül. A fővárosba, a faluba, a városba, az emberi szövetbe, az emberi környezetbe és a közösségi szövetbe is. Azok a jó épületek a mi véleményünk szerint, a mi hitünk szerint, amelyek beillesztésre kerültek. Nem a stílus irányzatokban van különbség. A mennyiségben és a minőségben van különbség, és abban van különbség, hogy lokálisan reflektál-e a személyes környezetre, a közvetlen környezetre az az épület. Azt kérjük és azt reméljük, hogy ennek jegyében születhetnek olyan alkotások, amire a magyar állam, a közösségek, egyház, önkormányzat megbízást ad, vagy magánszemélyek adnak megbízást, annak érdekében, hogy sokkal jobbat alkossunk, és a mennyiség ne előzze a minőséget. Öt év építészeti termését kellett olyan módon struktúrálnunk, hogy látogató szempontjából értelmezhető és befogadható legyen. Ezért úgy gondoltuk, hogy a legfontosabb aktuális építészeti kérdések köré csoportosítva gyűjtjük ezeket az épületeket. 350 alkotás, ez nagyon sok. Tehát a befogadhatóságnál mindenképpen tematizálni kell. Úgy gondoltuk, hogy az első terem az a jelen lesz. A jelen építészete, a kortárs építészet, minden, ami a közösséggel kapcsolatos, az identitással, a nagy beruházásokkal, tehát a jelszerű, ikonszerű épületekkel, egészen a kis beruházásokig, de szintén közösséget szolgáló épületekről van szó. Templomokról, múzeumokról, sportberuházásokról és az egészen kis főépítészeti beavatkozások is bemutatásra kerülnek. A jelenből átmegyünk az edukációba, tehát az oktatásba és a lakhatásba. A jövőből visszalépünk egy kicsit a múltba, hiszen az elmúlt 5 évről elmondható, hogy az épületfelújítások, a rekonstrukciók vagy az adaptív újrahasznosítás ez annak nagyon nagy konjunktúrája volt. Hogyan lehet hozzányúlni ezekhez az épületekhez? Szabad-e visszaépíteni, vagy csak kiegészíteni? Mi meg szerettük volna mutatni az összes létező választ, nívós építészeti választ erre a kérdésre, és ki döntse el, hogy melyiknek mi a helyi értéke. Nincs itt minden, de mégse hiányzik semmi. Az egyes iskolákat, az egyes vonulatokat, az egyes stílusokat, az egyes mesterek köré csoportosuló alkotóközösségeket mind szerettük volna bemutatni. Kiegyensúlyozottságra törekedtünk ebben is, a beavatkozások léptékében is, tehát vannak egészen pici úgynevezett rejtőzködő beavatkozások. Egy kis tárolóépület, egy pici ipari épület, ez ugyanolyan fontos a közösség szempontjából, mint egy gigaberuházás, legyen az egy sportberuházás, vagy egy jelszerű épület, ami nagyban változtatja a városképet. Ezek mind ugyanolyan fontosak.